Halisztok, Zsíros Deszka vagyok, ez pedig a mezőgazdasági kis szakkör, és mindenkinek, akit érdekel ugye a mezőgazdaság, főként ugye mivel, hogy én profi vagyok, de mi is kis termelők vagyunk így aztán, és nagyon sokféle, sokfajta zöldséget termesztünk így aztán, tudok egy pár dolgot erről, arról. Na most a következő, a mai téma a gyökerekről szól, a gyökereknek a megerősítéséről, és felmerült már egy pár kommentben, hogy ha, állítólagosan azt hallottátok, hogy ha engedjük a földet egy picit kiszáradni, akkor erősebbek lesznek a gyökerek, hogy ez igaz-e, vagy nem, vagy mi van ezzel. Na most a józan paraszti ész, ez azért van itt mindenkinek a fejében, hogy használjuk. Tehát ha átgondolunk egy dolgot, hogy vajon miért, tehát a miértjét, ha megkeressük a dolgoknak, akkor úgy rábólinthatunk, hogy aha, hogy ez ténylegesen ebben van valami, vagy ez tök hülyeség. Nos, a gyökerek ugye keresik a vizet és a tápanyagot, ezt a két dolgot keresik. És lehet, hogy mást is keresgélnek, de az már viszont elenyésző számunkra, tehát ami itt a fontos dolog, hogy legyen nekik tápanyag és víz. A való igaz, hogyha minél szárazabb a föld, annál jobban elkezdenek keresgélni. Ez olyan, mint egy embert, hogyha lerakunk egy teli asztalhoz, ami tele van pakolva finom kajákkal, és egy másik embert lerakunk egy üres asztalhoz, ahol nincs kaja. Akkor az üres asztalnál lévő emberke majd elkezd keresgélni, hogy hát hol van kaja, tehát ja, hogyha erdő van körülött, akkor bemegy valamit, hogy elkapjon, stb. Tehát ugyanez a szisztéma a gyökerekkel, hogyha pakoljuk nekik a vizet rendesen, akkor jól érzik magukat, megvan a vízmennyiség, ami szükséges nekik, és hát olyan szinten azért úgy nem fognak keresgélni, de persze a vízzel, hogyha esetleg a vízzel adagoljuk nekik a... Ja, és még van egy másik szerepe is a gyökereknek, ugye, hogy önmagában a növényt megtartsák ott, ahol van, tehát teljesen mindegy, hogy mennyire pakoljuk vízzel és tápanyaggal, stb. Ott vannak például a hidroponikus rendszerek, ott sem arról van szó, hogy 3 centis gyökerek vannak, mert adjuk nekik a tápanyagot és a vizet rendszeresen, úgyhogy egyszerűen nincs szükségük ide vagy oda menni, tehát ott a harmadik variáció is, ugye, hogy szél van, stb., tehát meg kell, hogy tartsa magát a növény önmagában, tehát egy alapméretű gyökérzete így is úgy is lesz a növénynek, és ezen felül, tehát hogyha ténylegesen összehasonlítjuk, hogy oké, egymás mellé lerakunk 2 növényt, és ennek pakoljuk ezerrel a vizet és a tápanyagokat, a másiknak meg nem annyira. Na most, a szitu, ez ténylegesen így van, hogy erősebbek lesznek a gyökerek, és mennek keresgélni, stb., de ezt meg is fogja a növény sínyleni, tehát... Mivel, hogy nem kapja meg azt a vízmennyiséget, mint egy jól táplált napközis, és egy nem jól táplált napközis. A nem jól táplált napközis lehet, hogy sokkal jobban agresszíven megy keresgélni az ozsonnát, a jól táplált viszont úgy jól, igen. Tehát hasonló a helyzet. Tehát ez termésben is meg fog jelentkezni, és... Hát úgy alapjáraton, hogyha az ember túlzásokba esik, még egyszer mondom, ez való igaz, ez így van, de az ember, hogyha túlzásokba esik, tehát honnan fogod azt tudni, én tudom ránézésre, ha te is akkor okéba vagy, akkor csináld, de honnan fogod tudni azt, hogy mi az a határeset, amikor tényleg szüksége van még vízre, de nem árt a növénynek. Tehát itt van egy ilyen határeset, hogyha túl kiszárítod a talajt, akkor az viszont ártani fog a növénynek. Tehát, hogyha megfigyeljük azt, hogy egy szépen napi szinten öntözött zöldség hogy néz ki, és egy kicsit sanyargatott, úgymond, mert ez egy kínzás, úgymond, hogy néz ki, akkor a kettő közt azért úgy meg lesz látszatra is a különbség. Tehát én azt tudom javasolni, hogy ha esetleg valaki nagyon-nagyon, és pluszba még azt hozzáteszem, hogy hiába... Hogyha úgy viszed be a talajba a tápanyagokat, tehát elkezd majd keresni vizet, de hát oké, mert nem kapja meg a vizet,
De ebben nekünk mi lenne az előny? Az, hogy még több tápanyagot, tehát még több gyökér, még több tápanyagot tudjon felszívni, hogy viszont, hogyha bepakoltad a tápanyagot a földbe, nem tudom én, 20 centi mélyen, akkor hiába megy le szerencsétlen gyökér 40-50-100 centiig. Jó, az öntözéssel ugye lejjebb kerülnek a tápanyagok is, de igen, abba, tehát hogy ténylegesen eredményes legyen, mire szeretnék kijutni, ott markolóval meg kéne egy ásni egy árkot, letenni tápanyagot a földbe, plusz, hogy oxigénhez tudjon jutni a lent a növény, stb. Majd, amikor leérnek a gyökerek, akkor tehát le kéne tenni ugye kis szalmát, stb. És azt bekeverni földdel, és visszatenni, hogy majd, amikor oda leér a gyökérzet, akkor bum, akkor ott kapjon ténylegesen egy adag tápanyag mennyiséget, amit esetleg az öntözésnél is ugye lemosunk, stb. De tehát ez nagyon-nagyon macerás. Tehát én azt tudom javasolni, hogy ha valamelyik, akkor inkább öntözzük szépen napi szinten a növényünket, tehát ne kelljen szenvednie, mert most akkor abban mi a jó, hogy van egy erős gyökere a növénynek. Mi meg szeretnénk nagyon szép termést, szép leveleket, szép termést, szép zöld növényeket, tehát mi ebbe a jó most akkor? Tehát ezt feltehetitek ti is ezt a kérdést. És még egyszer mondom, egy szép napi szintű öntözésnél tápanyagot megkapja, stb. Mi lesz a baj? Miért baj az, hogy 20 centivel vékonyabbak, vagy rövidebbek a gyökerek? Ha egyszer úgy jól érzi magát a növény. Kényeztessük el? Tehát én ezt mondom, hogy kényeztessük el nyugodtan, nincs ezzel semmi baj. Nagyjából ennyi. Ha az ember betart csak egy ilyen alapszabály, teljesen mindegy, ne tudjál erről meg arról, hanem csak úgy ja, benyomottad trágyával, ott minden növény nagyon jól fogja érezni magát, és egy otthoni fogyasztásra ez a lényeg, és finom lesz, higgyétek el, finom lesz, öntözzed napi szinten, ha szükséges, ha nem esik az eső, ugyebár, ha esik az eső, akkor ugye, tehát mindig tartsd olyan nedvesen a talajt, amit az egyik videóban külön erről készítettem egy videót, hogy mennyire öntözzük a növényeket. És akkor minden oké lesz, nem kell ilyen kis trükköket alkalmazni, hogy direkt elkezded kiszárítani a talajt, stb. Mennyire szárítod ki a talajt? Tehát tudom, hogy ott most Magyarországon szárazság van, és gondolom, hogy ezért jött fel ez az ötlet, vagy én nem tudom, de ne. Én azt mondom, hogy ne. Tehát aki profi, az tudja úgy is, hogy mit csinál, és hogy mennyire. Aki meg nem, az szerintem ne kísérletezzetek vele, mert beletelik pár évben, mire kitapasztaljátok azt, hogy aha, nagyjából így ennyi kellett ahhoz, hogy és akkor ennek most volt értelme. Tehát nem fogtok jobb, szebb termést kapni, mintha szépen öntöznétek. Tehát a termésnek is kell a víz, ott mindennek kell a víz. A virágnak, az egész növénynek kell a víz. Minél kevesebbet adsz neki, majd észreveszed, hogy a levelek elkezdenek lekonyulni, és akkor elkezdhetsz pánikolni. Tehát nem igazán tudnám javasolni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy segített valamit. Még egyszer mondom, hogy a feltételezés, és hát ez nem csak egy feltételezés, ez egy tény, ténylegesen így van, aláírom, erősebb gyökerek lesznek, hogyha elkezdjük szenvedtetni a növényt, elkezd szomjazni, úgyhogy elkezd keresgélni, de ez nekünk plusz hasznot úgymond nem igazán fog mutatni. Sőt, ennyit erről, köszönöm, hogy megnéztétek, kommenteljetek, és egy lájkot, ha oda passzíroztok, azt is megköszönöm. Sziasztok!